Egy új korszak kezdődik a FIFA életében, hiszen ősztől már IFC 24-ként kell keressük. Ebben a videóban megtudhatjátok azokat a dolgokat, amiket eddig lehet tudni a játékról. Ha tetszik, amit csinálok, dobj egy lájkot és iratkozz fel! A július 13-ai napon az EA leleplezte a játékot, ami elsőre nagyon jól néz ki, na de nézzük a részleteket. Az EA egy világjáték, akit nevezi az új széria első részét, és hogy ez miben is nyilvánul meg? Az EA FC 24-ben, azon belül is az Ultimate Teamben a nők is szerepet kapnak. Azaz ugyanúgy nyithatjuk őket csomagokból, illetve használhatjuk a csapatunkban. Ahogy az EA oldalán is megjelenik, az EA FC Ultimate Teamje mindenkié, amivel a női és a férfi labdarúgás egyesül egy pályán. Új női tornák jelennek meg, többek között a női BL, a női angol bajnokság és még sok más. Ez egyben azt is jelenti, ha kedvünk támad, hibrid csapatokat is építhetünk. Véleményem szerint nem kellett volna összekeverni, hiszen a valóságban is külön pályákon játsszák a női focit, de erről a ti véleményeteket is kiszerettem volna kérni. Hogyan is lesz pontosan beépítve az Ultimate Teamba a női labdarúgás? A csomagokból kaphatunk ugyanúgy női focistát, szóval a csomagok is vegyesek lesznek. Az eladható játékosok között is megtalálhatjuk a nőket, szóval kedvünkre vásárolhatunk. Egy szóval minden olyan játékmód, amivel játékos szerezhetünk, vagy használunk, ott jelen lesz a női és a férfi focista is. A hivatalos bejelentésre még várni kell, de az már biztos, hogy női ikonok és hírókártyák is lesznek a játékban. A bemutató során megtudhattuk, hogy több mint 30 bajnokság fog szerepelni a játékban. Marad a BL, az Európa Liga és a Konferencia Liga, de a nagyobb bajnokságok mind megtalálhatóak lesznek az új játékban. Egyelőre ennyi infót lehet tudni, de azt már tudjuk, hogy mikor fognak új hírek megjelenni a játékról. Júliusban a gameplayről és a karriermódról fogunk többet megtudni, augusztusban pedig a meccsnapi élményről, az Ultimate Teamről, illetve a Pro Clubról. Nagyjából erről szólt a bemutató is, ahol olyan női labdarúgókat is láthattunk, akik már visszavonultak, szóval női ikonok is lesznek. A bemutató során szóba került az is, hogy ez lesz majd a valaha megjelent legjobb focis játék, mondjuk az a helyzet, hogy minden évben ezt ígérik. A játék motorját is átdolgozták, amivel azt ígérik, hogyha a játékostól a való életben valami különlegest várunk, akkor ez a játékban is megtörténhet. Itt gondolhatunk szép cselekre és akrobatikus mozdulatokra is. Talán a legérdekesebb része az Ultimate Teamnek az Ultimate Team Evolutions, amiben egy játékos kiválasztva fejleszthetünk kedvünkre. Különböző kritériumoknak kell megfelelniük a játékosoknak, de ha kiválasztjuk, még a kártya dizájnjukat is meg tudjuk módosítani, illetve fejleszteni. Ez a FIFA lesz a legdrágább, ami megjelent, sőt ez már nem is FIFA, hanem az EAFC. Az alapkiadásért 70 dollárt kell kifizetnünk, az Ultimate kiadásért pedig 100 dollárt. Ami eléggé húzós, főleg, hogy sokan azt mondták, hogy ingyenes is lehet. Amióta lejárt a bemutató, azóta a Twitteren sok minden megjelent a játékkal kapcsolatban. Az EAFC 24-ben sok újdonság lesz, de a részletekről csak később tudunk meg hivatalos infókat. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek értesülni a legújabb EAFC hírekről. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!